Megtelt a Széchenyi István Egyetem Mosonmagyaróvári kar B épületének aulája április 10-én. A digitális agrártájoló programra várták ugyanis az érdeklődőket, amit idén 6. alkalommal szerveztek meg. A téma ezúttal a smart farm gazdaságok az agráriumban voltak. Az eseményt az agrárhivatás népszerűsítése céljából hozták létre, ahol immár rekordszámú, közel 60 kiállító mutatkozott be. Ebben az utóbbi két évben már digitális agrártájolóként próbáljuk megszólítani a célközönségünket. Ez a célközönségünk ez az utóbbi években alakult ki, és fókuszáltattuk, és egyértelműsítettük, hogy ez a szakközépiskolásoknak, az egyetemi hallgatóinknak és a régióban gazdálkodóknak szól. Tehát mi őket tekintjük ebből a szempontból célközönségnek, és a programot, a szakmai programot, a kiállítókat is ezerint szeretnénk összeállítani. A digitális agrártájoló a fiatalok körében is sikeres, hiszen az idei esztendőben mintegy 400 középiskolás és egyetemista látogatott el a programra. A cél pedig egyrészt az, hogy segítsen a pályaválasztásban, másrészt pedig, hogy közelebb hozza a digitális mezőgazdaságot az emberekhez. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy már a szakközépiskolásoknak megmutassuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak akár az egyetemünkön, akár a piaci cégek által a mezőgazdasági szektorban, illetve folyamatosan itt vannak volt hallgatóink is, illetve környékbeli gazdálkodók is meg szoktak jelenni a rendezvényünkön. A délelőtti program hivatalos megnyitóján először Tóth Tamás, majd Vona Viktória mondta el köszöntőjét, aztán Csiszár Rudolf tartotta meg ünnepi beszédét. Igazi értékekhez férünk hozzá már. Az információ, a tudás, a tapasztalat, amelyek gazdagítják és színesítik iskolánk életét. A smart farm adta gyakorlati lehetőségek páratlan lehetőségekkel bírnak. Ezek alapozzák a tanulóink részére, hogy a középiskolai tanulmányaikat folytatva hallgatókká váljanak itt Mosonmagyaróváron. Ez hozzájárul az országban elsőként előzetes hallgatói jogviszonyt kínáló Széchenyi Egyetem a technikumokban végzett diákoknak. Az agrárcégek nevében Drucskó Zoltán, az IKR Agrár Kft. Titkára köszöntötte a résztvevőket. Az IKR Agrár Kft. És Szorultek Magyarország Kft. 2024 márciusától kezdődően precíziós termelés nagyvállalati környezetben megnevezése egy fakultatív tantárnyoktatását kezdte meg az egyetemen, mely elmondhatjuk nagyon nagy népszerűségnek körülbelül diákok körében. A fakultatív tantárnyoktatását a vállalatok és az egyetem azon törekvése közös gondolkozása hozta létre, hogy üzemszerű körülmények között készítsük fel a jövő generációját az elkövetkező időszak kihívásaira. A digitális agrártájoló szakmai kiállításán az agrárszektor legjelentősebb piaci szereplői, érdekképviseleti szervezetek, pénzügyi szereplők, szaktanácsadók és a Széchenyi István Egyetem releváns kutatási és oktatási egységeinek standjait láthatta a közönség, így akár teljes tápelemsort vagy vetőmagokat, de sajtokat és egyéb tejtermékeket, illetve állatok eledeleit is megismerhették az érdeklődők, de bemutattak számos, a precíziós gazdálkodást segítő digitális eszközöket is. Mi három drónnal érkeztünk ide, ezek közül itt balra tőlem a legnagyobb, ez az ABZ Innovation L30-asa. Mellettünk van egy kis testvére, a 10 literes tartállyal felszerelt, és ott a sarokban, kicsit arrébb, egy multispektrális kamerával szerelt drón, a DJI Mavic 3 Enterprise multispektrális verziója. Ami között itt állunk, és majd remélem, hogy meg lehet tekinteni, azok permetező drónok, a végén pedig ez a kicsi, ő egy monitoring drón, azaz a növényi állapotokat lehet vele felmérni nagy pontossággal. Leginkább robotokat hoztunk magunkkal azért, hogy felkeltsük a látogatók érdeklődését a robotika iránt, hiszen az egész program most arról szól, hogy a mezőgazdaságban elterjesszék a robotikát, a drónokat, és mi az élményközpontban a gyerekek érdeklődését szeretnénk elsősorban fölkelteni, de ők lesznek azok, akik majd a jövő mezőgazdaságát alakítják. A digitális agrártájoló délután aztán szakmai konferenciákkal folytatódott, valamint interaktív kiállítást is láthattak a résztvevők.